Ígérhetem nézőinknek, hogy mai műsorunkban nem csak belecsöppenünk, hanem egyenesen fejest ugrunk egy olyan világba, és teljesen elmerülünk egy olyan területben, amiben nem minden nap kap az ember betekintést. Dr. Kemenesi Gábor virológus és biológust látogatjuk meg mai adásunkban. Tartsanak velünk, izgalmas lesz! Szentágotai Kutatóközpontban vagyunk. Köszönhetően a szakembergárdának és a világszínvonalú laboreszközöknek, robotikának és gépparknak az országban egyedülálló munka zajlik itt. A COVID kirobbanásának idején 10 akciócsoport állt fel a járványügyi helyzet minél hatékonyabb kezelése érdekében hazánkban. A 10 munkacsoport egyike a koronavírus kutatócsoport, melynek vezetője a Pécsi Tudományegyetem Szentágotai János Kutatóközpont virológiai kutatócsoportjának vezetője, dr. Jakab Ferenc professzor lett. A csoport feladata egy, a vírussal szemben hatékony vakcina kifejlesztése. Ennek a csapatnak a tagja dr. Kemenesi Gábor is, aki végig kalauzol bennünket az épület és a munkaterületek egy részében, miközben vele is megismerkedünk, és a témánk nem korlátozódik, végre hosszú idő után, talán az elsők között, a Covidra. Élénk emlékeim vannak a középiskolából, amikor a tévében láttam a madárinfluenza járványt, előtte a szájas köröm fájást, és mindig úgy néztem, hogy itt valami történik, és ez valami olyan dolog, ami engem nagyon érdekel. És óriási szerencsém volt, hogy a gimnázium az egyik legjobb barátomnak az édesapja, akkoriban Budapesten ennek a legmagasabb szintű biobiztonsági labornak volt a vezetője, és ő engem így tudott irányítani, hogy ezt akarod csinálni, akkor menj orvosnak vagy biológusnak. És végül biológusnak mentem, a biológus közelebb van ahhoz a multifunkcióhoz, ami itt kell. Szóval nekem ez még korábban kezdődött. Akkor beszéljünk erről a multifunkcióról, kérlek, mert ezt már a kamerákon kívül azért beszélgettünk róla. De hogy most itt szeretnék rákérdezni, hogy mi is ez a multifunkció, hogy nektek egy annyira széles dolgot kell átlátnotok és átfognotok? Hát ha csak megnézzük a laboratóriumunkat, hogy milyen struktúrából áll össze nálunk, van ökológus, zoológus, virológus, most már állatorvosunk is van szerencsére, volt nálunk orvos, tehát egy nagyon széles szakmai gárda van itt, mert ahhoz, hogy ezeket a fertőző betegségeket, és biztos még erre kitérünk, de teljes spektrumán megértsük. És ne csak odáig jussunk el, hogy valamit kimutattunk, hanem odáig, hogy válaszokat is adjunk. Ahhoz egy nagyon komoly és összetett szakmai gárda kell. És egyébként én nagyon örülök, hogy biológusnak jöttem, mert a biológus valahol a mindennek a mediánjában, valahol a középen. Mi tudunk beszélni a fizikussal, a matematikussal, az orvossal, a mindenféle egyéb szakemberrel. Valamiből, mindegyikből egy picit megtanulunk, és attól függően persze, hogy a biológus majd milyen biológus lesz, és hova orientálódik, valamiből még jó tud lenni ezen kívül, de valahogy értünk mindent egy picit. Volt a tudományos munkád során egy olyan pont, hogy kell, hogy legyen valami magasabb mozgatórugó? Tehát hogy te ezt így hogy látod? Tehát hogy a tudomány mennyire vezeti aztán az embert, a természettudományok egy másfajta gondolkodás vagy megélés felé, ami pont, hogy nem a tudományról szól? Lehet, hogy még ez fiatal vagyok, de az elmúlt két év főleg. Az elmúlt két évben nagyon sokat kaptam az emberi természetnek a mi voltából, és mindig próbáltam megérteni. Részben a munkámból már ezelőttről, és részben az elmúlt két évből, de most már amiben én hiszek az, hogy az emberek mindig a hitet keresik, és sokkal kevésbé keresik a tudást. Amiben én kutatóként, tudósként hiszek az, hogy ha valamire nincs válasz, akkor azt tovább kell kutatni, és lesz. Úgyhogy számomra ez a hitkérdés, ez valahol itt van. Úgyhogy leginkább abban hiszek, hogy az emberek szeretnek hinni valamiben. A tudós meg azért jó, mert ő tudja, hogy ha még nem tudom, akkor is előbb-utóbb tudni fogom a választ, és talán ez az, ami legjobban motiválja a kutatónak a karrierjét. Egy nagyon nagy szerencse, meg egy jól összeállított csapat. Tehát egy Jakab professzornak azért hatalmas érdeme az, hogy ha kitartásról beszéltünk, én meg nem tudom, amióta az eszemet tudom, ő rendkívül kitartóan hisz abban, hogy Magyarországnak szüksége van egy olyan kutatási infrastruktúrára, mint ez. Nagyon sok akadály érte. Én ugye kis diákként álltam mellette, én a kutatásban elmerültem. És azért is merülhettem el egyébként, mert ő közben ütötte a vasat, és kitartottam mellett, hogy igenis kell ide labor. És lett labor. Tehát valahogy minden összeállt, a puzzle-nek minden darabja, ő kitartóan építette ezt a labort, hozta hozzá, ami kell, én meg kitartóan tudtam emellett kutatni, és most még jönnek az újabb és újabb kollégák, akikkel látjuk ugyanezt, hogy illenek ebbe a képbe, és rendkívül értékes impulzusokat és hozzáadott értéket nyújtanak ezt. Szóval minden összeállt. Akkor vissza a hithez, akkor nevezzük ezt egy nagy szerencsének, vagy nem is tudom minek áldásnak, hogy ez így összejött. Most már csak használni kell, úgyhogy kellenek a fiatalok. Van
Mármint itt látni kell, hogy ez nem azért van ekkora szakmai múltam, már ha nevezhetjük nagynak, de sosincs vége ennek, tehát nehéz mérni, mert én annyira jó lennék. Ez egyszerűen a mi szakmánk láthatósága miatt van. Ugye ebbe élünk most mindannyian. Itt van a Covid, itt van a majomhimlő. Aki tudja már, hanyadik vírusról olvasunk a híradóba, mi ezekkel foglalkozunk. Ez egy kimeríthetetlen bánya. Tehát itt az ember tényleg annyit dolgozik, amennyit csak bír. És ahogy mondtam, a mi szakmánk nagyon hézagos. Tehát jelen pillanatban az én korosztályomban alig-alig találni virológust, ha találni is egy picit más orientációval, másfajta tematikával, tehát nagyon nehéz lenne ilyet találni, de minden esetre én inkább a szakma érdemének mondanám azt, hogy ennyi teljesítmény van mögötte, és akkor itt vissza az idősekre, hogy van-e ilyen, hézagos a szakma, tehát szinte alig találkozni olyan idősebb kutatóval, aki masszívan pont ebbe kutatna, mint mi. Vannak érintési területek, és nagyon sok jó virológus van itt, akivel tudunk együtt dolgozni, egy-egy részegységét ők is kutatják ennek a nagy problémakörnek, de nekünk valahogy ez az olló, ez nagyon széles. Pont amiről az előbb beszéltem, hogy van ökológusunk, zoológusunk, állatorvosunk, próbáljuk egy-egy témának a egész széles skáláját érinteni, úgyhogy nehéz a dolog, de most ugye nálam, ami mérőszáma ennek, hogy hogy áll a szakma, ehhez a pályázatok. Én most pont abban a korban vagyok, a fiatal kutatóként, hogy most jönnek majd azok a nagy karrier gerincét adó pályázatok, amikre most menni kell, és ezeket folyamatosan írom. Itt ugye mi mindig kapunk bírálatokat, tehát ezekből azért le lehet szűrni valamit, ezek egyébként nemzetköziek, tehát akkor nemzetközileg sokkal jobban az ember megmérettetik. Most van ennek az időszak, úgyhogy meglátjuk majd erre, mik érkeznek. Egyelőre egyébként jók vagyunk pályázatokban, tehát ebbe is egyelőre sikereket tudok elkönyvelni. Aztán meglátjuk a jövőt, tehát azért ki kell tartani a téma mellett és haladni, mert egyébként mindig lesznek kihívások, azt láthatjuk is. Ez Ficek Ferenc infekció című műalkotása. A sztori az, hogy a Covid idején, amikor lezárások voltak, akkor a Pécsi Galéria megkért művészeket, hogy lepjék el a galériát, és amit találnak, abból csinálnak műalkotásokat, amik egyébként a járványt elmagyarázzák, vagy számukra, amit sugall a járványos időszak. És ami nagyon izgalmas, érdekes volt, hogy megkértek engem, hogy legyek tárlatvezető. És életemben nem csináltam ilyet, úgyhogy elmentem. Nagyon jók voltak egyébként, és ez kifejezetten azért tetszett, azért is kaptuk meg, mert a mi elemzéseket mi szoktunk csinálni, hogy egy-egy járvány hogy fertőz, kit fertőz. A vírusok genetikai állományában meg lehet mondani visszamenőlegesen, hogy ki kit fertőzött meg, mikor, hol voltak halmozott fertőzések, ilyesmi. Nagyon hasonló ehhez. Tehát Ficek Ferenc úgy megcsinálta ezt, hogy szerintem nem látott filogenetikai ábrát, és simán megcsinálta, és mondtam, hogy ez kiváló. Ez pont olyan, mintha itt ő fertőzné meg őt, ő tovább fertőzné néhány embernek egy háztartáson belül, majd tovább. Tehát ez pont olyan, és egyébként a víruslaborunknak a falát díszíti, szóval kifejezetten jó helyre került. Merre megyünk most, Gábor? Ez a sejtes labor. Ez tulajdonképp kiszolgáló laboratórium a benti biztonsági labornak, ami egyébként mindenkit érdekel. Ez szolgálja ki a biztonsági laboratóriumnak az éhségét. Miről van szó? Ugye virológusok vagyunk, és azok a vírusok, amiket kutatunk, ezeket fenn kell tartani. Ezeket ilyen úgynevezett sejtvonalakon tartjuk fenn. Most meg fogok mutatni egyet. Nem szól másról, mint hogy egy flaskába egy rétegben sejteket növesztünk. Ezekre rárakjuk a vírust, ami ezeket a sejteket szereti, megfertőzi, és a vírusból sok vírus lesz. Egyrészt ezért kell ez a szuper laboratórium, hogy ez biztonságos körülmények között lehessen csinálni, másrészt pedig enélkül nem tudnánk gyógyszereket teszteni, vakcinát fejleszteni, megismerni a vírus működését, tehát nagyon alapkutatásokat is csak így lehet elvégezni. Ez a virológiának egy alapmódszertana. De egyébként nagyon látványos, most meg is nézünk egy ilyen sejtet. Ilyenkor nagyon fontos, hogy milyen sejtet, milyen vírussal fertőztök meg? Nagyon fontos, ugye csak úgy, mint hogy a természetben is, ezt most már sokan tudhatják a Covid óta, meg egyéb helyzetek óta, nem minden vírus tud mindent megfertőzni. Ugyanígy van a sejteknél. Vannak olyan sejtek, amik fogékonyak egy-egy vírus, és van, ami nem. Ez a sejt, amit most kiveszek, ez egy majomból származó vesesejtvonal. Furcsa hangzik. Erre éppenséggel a majomhimlőt fogjuk egyébként majd kísérletezni. Kezdünk bele csúszni a science fiction kategóriába, látva ezeket a szkafandereket. Hol járunk most az épületben? Ez a laboratórium egy nagyon hasonló labor ahhoz, ahol az előbb beszélgettünk.
mégis megtettük azt a kis extrát ezzel, hogy bevezettük ugyanazt a csőrendszert, ami a biztonsági laborunkban van. Ez a csőrendszer az, ami külön levegővel táplálja ezeket a szkafandereket. Ugye a biobiztonsági laboratóriumban alapkövetelmény, hogy a személyes levegőellátás az teljesen független legyen a labortértől. Ezért kell ilyen szkafandereket használni, úgyhogy, és ezért kell ilyen csőrendszerekre csatlakoznunk. És mi kihoztuk ide a külső laboratóriumba ezt a csőrendszert, hogy el tudjuk gyakorolni az újonnan érkezett kollégákkal, mielőtt élesbe dolgoznának benne, hogy hogyan működnek a vészprotokollak, hogyan kell leülni, pipettázni, egyéb munkafolyamatokat megcsinálni ezekbe a szkafanderekbe. Nem egyszerű, kell gyakorolni. Most itt biztonságos körülmények között ezt meg tudják tanulni, aztán be tudnak jönni dolgozni. Mert hogy mondtad, hogy van, hogy ez nem úgy van, hogy 5 perc és akkor, hanem itt több órát dolgoztok ezekben a ruhákban. Igen, nem is éri meg egyébként beugrani fél órára. Általában a benti munkafolyamatok is olyanok, hogy azért néhány órásak. És hát néhány óráig ugye az ember ezekből nem bújik ki. A fertőtlenítő zuhanyon keresztül kijönni az is egy minimum fél óra, úgyhogy még csak gyorsan kijönni sem lehet. Ezeket gyakorolni kell. Az ember, ha elsőként hirtelen belejönne, lehet, hogy nem komfortos neki, stb. Ezek itt ki tudnak derülni, és ezekre tudunk készülni, úgyhogy kifejezetten jó ez a laboratórium. A fiataloknak a strukturáltsága olyan, hogy nagyon sokszor látom, hogy beesnek az egyetemre. Most, ha szólhatok itt fiatalokhoz, és biztos talán eljut majd egy-kettőhez, de mindenkinek azt mondom talán, hogy nem kell beugrani az egyetembe, találja ki, hogy a számára melyik út a legjobb. Nem is magaslatokról beszélnék, hanem mindenkinek a számára legmegfelelőbb útról. És ha ő azt érzi, hogy meglát valamit, és őt ez érdekli, akkor próbálja ki, induljon el, és tartson ki mellett, ez nagyon fontos. Ezt mostanában látom, hogy sokszor ez a kitartás, ami hiányzik. Nem zsenikről van szó a tudományban se, hanem nagyon motivált és nagyon kitartó emberekről. És ez egy nagyon fontos dolog, és a biológus hallgatókon is valami ilyesmit látok, úgyhogy ha most hozzájuk is tudok szólni, hozzá különösen szólok, egyrészt nagyon kell az utánpótlás, másrészt meg legyenek kitartók, és tudják, hogy mit akarnak már a kezdetektől, nem lehetetlen. A mi szakmámból hiányoznak az iskolák, voltak régen nagy iskolák, voltak a népegészségügyi központban, ugye akkor még epidemiológiai központ volt, vagy még azelőtt is már iskolák indultak el, voltak a Nébiknél, most már Nébiknek hívjuk, ott is voltak iskolák, egyetemeken is voltak iskolák. Azt kell tudni, hogy a virológiai szakma az Magyarországon is, meg a környező országokban is igen szűk. Vannak kisebb-nagyobb műhelyek, de hiányzik az iskola. Miről beszélek? Például nálunk is nagyon hiányzik egy, itt Pécsen, és ezt Jakab professzorral sokáig beszéltük, és megéltük az elmúlt 10 évben, hogy nagyon hiányzott felülünk egy professzor, egy virológia professzor, a régmúltból, valamilyen iskolából. Hogy el tudjuk mondani azt, hogy emberek, mi a pécsi iskolából származó virológusok vagyunk, és mi ezt akarjuk most pótolni, mert Magyarországon hiány szakma virológus, és bőven lenne hely, meg bőven lenne kutatás, amit be kéne itt foltozni, és nagyon próbálunk emellett kitartani, hogy azok az emberek, azok a kollégák, azok a diákok, akiket itt nevelünk, azok, ha el is mennek innen külföldre, vagy akárhova, úgy érezzék, hogy ők ebben az iskolában kaptak egy impulzust, ebben az iskolában kaptak tudást. Azt is kell tudni, hogy minden virológiai labornak vannak saját témáik. Nekünk is vannak teljesen egyedi témáink, amik a világon sehol máshol nincsenek. Vigyék ezt is magukkal, vigyék ezt a tapasztalatot magukkal, de ezt építeni kell sok-sok évig. Próbáljuk ezt most befoltozni. Itt a Covid alatt milyen munkák zajlottak, amíg rátok szakadt, mondhatni? A Covid elején ugye eleve ki lettük nevezve kutatási akciócsoportnak, tehát nagyon sok kutatási feladatot elláttunk. Ennek nagy része olyan volt, amivel a klinikumot támogattuk, gyors tesztek validálása, PCR tesztek validálása, egy csomó olyan, amihez kellett ez a laboratórium. De volt külön egy aspektus az első évben, amikor a diagnosztikumban is aktívan részt vettünk, ez nagyon sok munkát ölelt fel. Azért szeretem ezeket a robotokat, és azért állunk most itt, mert akkor még nem volt robotunk, úgyhogy az állományunk nagy része az ilyen napi 12-15 órában a PCR-re érkező beteg mintákat dolgozta föl. Most már egyébként azért is jó, hogy itt állunk, mert mutatja, hogy mekkorát fejlődik a szakma. Ez egy olyan robot, ami azt a munkát, amit egy ember mondjuk egy óra, másfél óra alatt csinál, meg 16 perc alatt megcsinálja ugyanúgy. Abszolút erre való, hogy kiváltsa ezt a fajta munkafolyamatot, és nem csak erről a robotról van szó, mert ha megnézzük a többi gépesítést és a szakmában, hogy egyébként az elmúlt 5 évben mik jöttek, gyakorlatilag minden terület iszonyatosan fejlődött, már majdnem súroljuk a szifit, ugyan még hibernációban nem tudunk tenni embereket, amiről az előbb beszéltünk itt, de nagyon sok minden más már lehet.
És akkor az olyan, mint a grillező, berakod, és 16 percig gyakorlatilag ugyanúgy más csinálsz, vagy azért kell nézni az adatokat és jegyzetelni, meg amit elemezni. Ezt csinál, az nagyon egyszerű. Egyrészt a minta, amit beteszünk, az már inaktiválva kerül be, de a lényeg, hogy a nukleinsavat kivonja belőle, nukleinsav, DNS, RNS. Ugye, és amikor a vírust akarják kimutatni, akkor önnek ez RNS-ére van szükségünk, ez kivonja nekünk. Utána jön majd a PCR, meg az egyéb munkafolyamatok. Az elmúlt két évben ugye megalakult itt Pécsett Jakab professzor vezetésével ugye a COVID munkacsoport, és hát hirtelen a reflektorfénybe kerültetek, kutatók. Mesélnél nekem erről az időszakról? Teljesen testidegen a kutatónak ez a fajta reflektorfény. Viszont amit megtanított nekünk ez az elmúlt két év, hogy nagyon is szükséges. Tehát egyszerűen nem tartható az, hogy mi leírjuk a saját kis tudományos publikációnkat, megnyerjük a pályázatainkat és örülünk. Egyszerűen, ha nem mondjuk el az embereknek, hogy mi ez a nyugatnílus láz, mi ez a COVID, mi ez a vakcina, akkor azt látjuk, hogy ebben a mai infokommunikációs társadalomban a butaság fogja betölteni ezt az űrt. Tehát dönthetek, hogy hátralépek, és hagyom, hogy az őrültség betöltse ezt, és óriási károkat szenvedjen a társadalom, és még több ember legyen beteg, vagy elmondhatjuk, hogy emberek, virológusként mi ezzel foglalkozunk, el tudom neked magyarázni. A te adóforintodból lettem kiképezve, itt vagyok, segítek, elmondom. Nem kell neked mindent tudni. Az interneten nem fogod megtalálni, te nem lettél erre kiképezve, nem lettél megtanítva, segítek. Sikereket is könyveltünk el, meg nagyon sok pofont is kaptunk, de ez a modern társadalmi struktúrából adódik, szóval nagyon sokat tanultunk, és most már az történik, hogy próbáljuk belenyomni a PhD hallgatóinkat, az új kollégákat ebbe, hogy ha érez magában egy pici szikrát is arra, hogy elmondja, mit csinál, akkor csinálja. És nagyon remélem, hogy találunk majd olyan médiaszereplőket, vagy médiumokat, akik ezt be tudják majd fogadni, de nagyon fontos a tudománykommunikáció, ezt megtanultuk most. Egy kicsit őrült, egy kicsit fanatikus mindenki? Ez a csapat, akik itt dolgoztak, akikkel együtt dolgozol? Igen. Ez egy velős válasz volt, tudom. Különféle témáink vannak. Tényleg mindenkinek megvan a saját kis kedvence, amire teljesen rá van pörögve, teljesen rá van bolondulva. Van például egy PhD hallgatóm, aki kifejezetten a kis ragadozók, a vadállatok körébe terjedő vírusokat kutatja, megszállottként, ő a családjából hozta ezt, nagyon kiválóan csinálja, nagyon elhivatottan és nagyon érdekes dolgokat talál ő is, és nagyon nagy sikereket könyvel el, úgyhogy van utánpótlás szerencsére, de kell még ezen kívül is, úgyhogy megint csak mindenkit arra búzítok, hogy legyen biológus és jöjjön. Feleségeddel is együtt dolgozol, nem véletlenül kanyarítom rá a beszélgetés fonalát. Feleséged is ennyire elhivatott és megszállott? Lehet ezt a nyilván a szó pozitív értelmét használva? Abszolút. Egyébként ezt tudom mondani tapasztalatból, hogyha valaki azt akarja látni, hogy melyik kutató megszállott és elhivatott, akkor nézze meg, hogy egyrészt hogy beszél a témáról, másrészt pedig a tudományos kimenetelem ilyen. Tehát ha látszik, hogy publikál és csinálja, mint az őrült, akkor ez valószínűleg nagyon, nagyon megéli ezt a témát, még otthon is valószínűleg csinálja. Igen, a feleségemmel együtt dolgozunk, megint csak arról van szó, hogy az ollót kellett nyitni. Tehát voltak problémakörök, kifejezetten a szúnyogok által terjesztett vírusokról van most szó. Ezzel is jó pár évig aktívan foglalkoztam, és volt egy csomó olyan kérdés, egy nagy adag olyan kérdés, amit nem tudtunk egyszerűen megválaszolni. Láttunk bizonyos mintázatokat, láttuk, hogy Szerbiában így meg úgy fertőzöttek a szúnyogok, meg Magyarországon, és nem tudtunk tovább lépni, kellett egy ökológiai szemléletmód, és ő ezt be tudta hozni. És most már egészen komoly kutatási projekteket viszünk úgy, hogy azt a bizonyos ollót szélesre nyitottuk, és már nem csak azt tudjuk megmondani, hogy hát emberek, ennyi nyugatnílusi lázas szúnyog volt, én nem tudom, hol a Duna mentén, hanem azt is, hogy azért, mert száraz volt az idő, azért, mert a madár ezt csinálta, azt csinálta, tehát szóval egy egész komoly válaszcsomagot tudunk adni problémákra, nagyon-nagyon jótékony és jó ez egyébként kutatóként is, hogy az ember nem ragad be egy-egy módszert, vagy egy-egy kis tématerületre. Itt ugye mindenki beleadja, amilyen van, aztán összegyúrjuk, és lehet, hogy megakadunk, és lehet, hogy még oda kell mennünk egy hálózatkutatóhoz, vagy egy másik fizikushoz, hogy általában fizikusok mennek hálózatkutatónak, kicsit irigy is vagyok rájuk, de mindig van, amikor mi is megtorpanunk, de hát erre valók a kollaborációk. Ugye az elmúlt 10 éve van nyitva ez az épület, erre is nagyon jó volt, hogy rendkívül sokszínű és szerteágazó kollaborációs hálózatot építettünk Dél-Kelet-Ázsiától Amerikáig, úgyhogy most már van kihez nyúlni, van kihez fordulni, és ezeket használjuk is aktívan. És hogy miért kérdeztem rá a feleségedre? Van oka, mert hogy hárman folytatjuk a beszélgetést. Neli és Gábor 9 éve házasok, egy Pécs melletti kis faluban élnek. Három kutya, cicák és egy róka ütőképes csapatuk állandó tagjai.
az összhang, hogy egy elcsépelt fordulattal éljünk, nem csak a munkában, hanem közös életünkben is nagyon működik. Hogy is ismerkedtetek meg? Mondhatni, hogy a szakma hozott benneteket össze? Határozottan. Az egyetemen, egyetemi évek alatt ismertük meg egymást, és tulajdonképpen az, hogy mind a ketten biológusok vagyunk, ez így hozta magával, hogy sok volt a közös érdeklődés. Villámcsapás volt? Igen. Gábor? Villámcsapás volt abszolút. Én még hallgató voltam, ő doktorandus, és akkor így sikerült összegabolyodnunk. Ami nagyon jó volt, hogy nem csak hogy együtt lettünk, hanem szakmailag is. Én mondjuk nagyon sok támogatást kaptam Ellitől, mert ugye az ember fiatal egyetemistaként látnia kell, hogy hol dolgozzó, hova menjen, mit érdemes csinálni, mit nem érdemes. Ő azért már jó pár évvel előttem volt a doktorandusként, így azért ez így is nagyon jó volt. Mennyire vagytok hasonlóak, vagy mennyire vagytok különbözőek? Hát ez nehéz kérdés. Hát érdeklődésben mindenképp nagyon hasonlóak, tehát hogy a biológián belül is nagyon hasonló érdeklődési körünk van. Természetünkben is van sok hasonlóság, de azért szerintem sok különbség is. Mind a ketten nagyon elhivatottak vagyunk, talán ezt kijelenthetjük összhangúan. Ugyanakkor máshogy állunk hozzá egy-egy probléma megoldásához. Ez talán abból is adódik, hogy az egyikünk nő, a másik férfi, illetve szerintem pont ezzel tudjuk kiegészíteni azt, hogyha van egy adott mondjuk tudományos kérdés, vagy egy kutatói problémakör, akkor egy kicsit más szemszögből nézzük, és mind a ketten hozzátesszük azt, amit tudunk, és ettől lesz kerek egész. Lehet mondani, hogy két dudás egy csárdában, itt az elhivatottsággal kapcsolatban? Részben. Igen, abszolút, szerintem igen, igen. Tehát pont amiről előbb beszéltünk, vagy az előzőekben, hogy annyira széles ez a téma, amivel most már te is, meg én is dolgozunk, hogy egyszerűen nem lehet elég mély jó válaszokat adni, hogyha nincs többféle látásmód. És itt az ökológia, virológia most már ez nem olyan, mint legyen mondjuk 20 éve, hogy tényleg kőbe van vésve, most már tudományok közti átmenetekről beszélünk meg, interdisziplinaritásról, stb. Ezt tanítjuk a diákoknak is, és tényleg már az ember nem tud máshogy kutatni, mint hogy így. Mi az, amin együtt dolgoztok? Mert úgy gondolom, több projekt is van most jelenleg. Mi az, ami közösen fut, vagy futtattok közösen? Ugye maga a csoport az zoonotikus, tehát állatokról emberekre terjedő fertőző betegségeknek nagyon széles spektrumát, sokoldalú vizsgálatát folytatja. És ugye alapvetően vírusok vannak a fókuszban, és én mint ökológus kerültem a csoporthoz, tehát tulajdonképpen én jöttem később a csapatba, és hoztam azt az ökológiai tudást, ami a fertőző betegségek vizsgálatához most már egyre elengedhetetlenebb. És tulajdonképpen így alakult az, hogy a témák azok hasonlóak, amire kicsit szűkebben mostanában például ilyen fókuszálok, azok a különféle ízelt lábú vektorszervezetek, például szúnyogok, gullancsok által terjesztett különféle betegségek, és elsősorban ezeknek a terjedése mögött álló környezeti tényezőknek a feltárása, tehát hogy milyen fajok, hol, mikor, és milyen körülmények közt képesek ezeket a betegségeket terjeszteni. És tulajdonképpen itt egy picit az ökológiai háttér, a terepmunkák, a mintagyűjtés az, ami az én oldalamról hozzáadódik, és a másik oldalról pedig főleg a molekuláris biológiai, tehát a klasszikus virológiai rész, amikor találunk valamit, és akkor azt tovább kell vizsgálni, hogy az az adott kórokozó mondjuk, hogy működik, mire képes. És hát van még egy dolog, ami mindkettőtöknek szívügye, ez pedig a kinevelése a következő generációnak, ugye az oktatásban. Ez is egy ilyen nagyon közös dolog, ha jól tudom. Hát mondhatom, hogy a labor alapértéke. Nelly egyébként a középiskolában nagyon aktív, a középiskolai szinten. És egyébként tényleg ott kell elkezdeni. Pont azért, amiről megint csak korábban beszéltünk, hogy ne úgy essenek be a diákok felsőoktatásba, hogy hú, én még gimis vagyok, és ez most még egy kis időszak a gimiből, hanem úgy jöjjenek már ide, hogy tudják, mit akarnak. Nagyon értékesek azok az évek, ha már tudják, hogy esetleg melyik kutatócsoporthoz csatlakoznak, milyen kutatástémát akarnak csinálni. Rendkívül értékesek az első néhány évek az egyetem alatt.
És egyébként mind a ketten mondhatom, az egyetemi részre is nagyon fókuszálunk. De egyébként kutatók észak el rendszeresen, Nelly szúnyogokból, én egyéb vírusokból, főleg ebolából, ilyesmiből, ami ilyen izgalmasan hangzik, és ilyen jó kis óriás plakátos szöveg, ez a csalogató, tehát abban azokból tartunk, aztán próbáljuk bevonzani a fiatalokat. És ha már az izgalmakról beszélünk, nem tudom, hogy lehet-e olyan sztorikat megosztani a nézőkkel, ami megtörténik, és nagyon vicces, és nem kifejezetten szakmai ságához tartozik a labornak, és természetesen nem szeretném elbagatelizálni az itt folyó munkát, hogy ez így mennyire publikus, mondjuk egy ilyen elszabadult denevér, vagy hasonlók. Munkánk része. Tehát ugye mondtam, kis rókát is mentettünk, kedves PhD hallgatónk segítségével fölneveltük. Visszavadítás még zajlik, mert azért néha visszajön esténként beköszönni. De ugye a denevérekkel foglalkozunk, egyik hallgató hozta be valamelyik nap, egy meg nem nevezett helyre, mondjuk így, kis dobozba, hogy meg kell itatni, mert a tűző napon volt. Közben kiszakadt a dobozból. Tehát egy napunkba telt itt összefogdosni szegényt. Aztán elment épségbe, megitattuk, elrepült. De hát ezek, én azt gondolom, hogy ha valaki biológus, vagy beszél biológusra, biztos, hogy hall ilyen sztorit. Mi is ismerünk olyan denevérkutatót, akinek a kocsiba szabadultak el a mentett denevérek, meg hasonlók, tehát hogy így ez ezzel jár. Hát egy nagyon vicces, és még nagyon a pályánk elején történt szituáció volt, amikor én még szúnyogokkal messziről se foglalkoztam, Gábor már szeretett volna ilyen irányba, még egyetemista hallgatóként kutakodni, és kitaláltuk, hogy lemegyünk egyik ilyen folyó ártérre, mi most szúnyogokat fogunk gyűjteni, és több órán keresztül gyűjtögettük ilyen kézi szippantó csővel ezeket a szúnyogokat, hogy majd jól meg lesznek vizsgálva, hogy milyen fajok, és beraktuk őket a hátizsákba, be az autóba irány haza, és a harmadik emeleti társasházban, akkor kicipzároztuk a hátizsákot, akkor az a sok-sok szúnyog az kirepült, mert szétesett mint a gyűjtőcsövünk a hátizsákon belül, és akkor azzal telt az éjszaka, hogy újra megfogjuk a szúnyogokat, és kontrollált körülmények közé tereljük őket. Hát ezek akkor viccesek voltak, most azért ezeket már kicsit komolyabban kezeljük, és nagyobb körültekintéssel. Amikor van időtök, nem a szakmával foglalkozni, akkor együtt mit szerettek csinálni? Kutyázni. Pont ezt mondtam volna én is, kutyusozás. Több kutyánk is van, 3 most. Meg ugye a róka, aki néha hazajár. Akkor az 4. Vannak cicáink. Van munka. Cica is van, igen. Talán ez a legkikapcsolóbb, hogy kicsit mást csináljunk, mint a munka. Nekem ökológusként nagyon egy alap, hogy nagyon sokat vagyok kint a természetben, de ez is szerintem egy közös vonásunk. Például ismerkedésünk elején is szinte az összes randi helyszínünk az valahol kint az erdőben volt, de nagyon sokat kirándultunk, túráztunk, és most próbáljuk ezt a kutyusokkal közösen. Úgyhogy ez a, szerintem, ami a leginkább kikapcsol minket. Most nem mellesleg mintát is lehet gyűjteni, mert a néhány kullancsot azért össze lehet szedni későbbi vizsgálatokra. Hát nyitott szemmel járunk, igen. Köszönöm nektek ezt a csodálatos egyedülálló élményt, hogy nem csak a laborral, hanem veletek is megismerkedhettünk. És köszönjük. Köszönjük szépen. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, és hogyha önök is esetleg testközelből szeretnék megismerni a Szent Ágotai János Kutatóközpontot, akkor erre van lehetőségük. Egy évben egyszer a kutatók éjszakáján. Nekem egy tanácsom van, használják ki. Találkozunk legközelebb is, viszontlátásra!